Nagy volt a sürgés forgás csütörtök délután a nagykálói tész alma ültetvényeiben. A vármegyei kormányhivatal már 5. alkalommal rendezte meg őszköszöntő jótékonysági almanapját. Az eseményen a vármegye kormányzati tisztviselői, közéleti szereplői, hatósági és különböző ágazati vezetői szüretelték jótékony céllal az immár európai oltalom alatt álló gyümölcsöt. Az az alma, amit leszedünk, az a megyei gyermekotthonokba fog kerülni, és az ottani gyermekeknek az étkezésztetéséhez fog hozzájárulni. Emellett meg nyilvánvalóan szól a szabolcsi almának a reklámozásáról. Azok a vendégeink, akik itt vannak, mindannyian egyúttal az almának a nagykövete is. Azt gondolom, hogy azért is meg kell mindent tenni, hogy az a méltán jó minőségű és közismert gyümölcs ez minél több helyre eljutasson, és minél több vásárlója legyen. Nyilvánvalóan ezzel is lehet azt segíteni, hogy akik almát termelnek, azok számára legyen piac is. A tavalyi évben minden rossz elérte az almatermelőket, ami elérhette. A tavaszi fagyok után a nyári aszály okozott hatalmas károkat a nagykáló tész területén is. Bölcskei György, a társaság tulajdonosa azt mondta, még az idei évre is kihatással voltak a tavalyi gondok. A 2023-as szüretnek azonban már jóval pozitívabb közhangulatban vágtak neki a termelők. Bizonyos tekintetben a Jóisten rák tekintett, mert azért csapadékot küldött annyit, hogy normálisan ki tudjon fejlődni az alma. Küldött egy pici hideget is, de végső soron a elmúlt évhez képest ugye messze jobbak voltak, még ha vegyesek is, mert nagyon változó, mert egyes helyeken kiváló mennyiség és mennyiség van, de ott, ahol tavaly az aszály kicsit megfogta az ültetvényeket, az bizony az most is meglátszik, igen. Nagy István agrárminiszter az eseményen a szabolcsi alma európai oltalomba vételének tanúsítványát is átadta, majd ő maga is bekapcsolódott a jótékonysági alma szüretbe. A tárcavezető elmondta, kiváló az idei minőség és hozam, de még sokat kell dolgozni és fejleszteni az almaültetvényeken azért, hogy a termés ingadozás kisebb legyen az országban. Ahogyan ez az eredetvédelmi elismerésem az égből pottyant, úgy azt is tudatosítanunk kell, hogy nem ülhetünk a babérjainkon, és bár idén elégedettek lehetünk a terméssel, az évenkénti termés ingadozás csillapítása még mindig sok-sok munkát igényel. Idén ugyanis a piaci információk alapján várhatóan jó termés lesz, melynek a mennyisége 500 és 550 ezer tonna között lehet, ami a tavalyi aszályos évben elért mennyiségnek csak nem a duplája. Étkezési almából az előrejelzések szerint 100-120 ezer tonna teremhet az idén, ami elegendő lesz a hazai fogyasztók ellátására. Ebből is kiszámítható, hogy az ipari alma mennyisége mintegy 410 és 430 ezer tonna között lehet, ami várhatóan a hazai feldolgozói kapacitás 80-90%-ára lesz elegendő. Az őszköszöntő jótékonysági almanap ünnepi hangulatához a Szabolcs Néptánc Együttes táncosainak produkciója járult hozzá.